Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 5-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, és az itt látható. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi történik ezen a napon, mire kell odafigyelni. Ez a kártya szimbolizálja a lilium virágot. Ezek tiszta gondolatok, tiszta érzelmek, most megvan a lehetőség arra, hogy tisztázzunk egymással valamit. Amit ez a kártya még szimbolizálhat, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy megvan ez az erotikus kisugárzás, vagy ő közeledik hozzád, megemlíti ezeket a témákat, vagy lesz egy testi kapcsolat. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi várható a keddi napon. Itt a gyermek jelenik meg, ez lehet a fiatalos kisugárzásod, ez lehet az ártatlanságod, persze lehetnek a gyermekek is, a saját gyermekeid, vagy dolgozol gyermekekkel együtt. Amit ez a kártya még jelenthet, egy új kezdet, egy új irány és változások. A szerdai napon Merkúr bolygó uralkodik. Itt látható a virágcsokor, ez lehet kerti munka, vagy jelentheti a te szépségedet, vagy veszel valami szépet, egy szép cipőt, vagy ruhát, vagy elmész fodrászhoz, kozmetikushoz, amit a virágcsokor még jelentett egy kreatív tevékenység, egy szép környezet, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a lovas férfi, ez jelentheti azt, hogy valaki közeledik hozzád. Ez a kártya mindazt jelentheti, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, vagy kirándulás, vagy változások. Előre mennek, előre pörögnek az események. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt a ház jelentheti az otthonodat, itt lehetnek változások, vagy valaki meglátogat téged. A ház jelenti a családi kapcsolatokat is, vagy valaminek a kiépítését, esetleg utalhat ingatlanokra, ennek a vétele, eladása vagy bérlete. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon Plútó bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Itt a múltról van szó, valamit le kell zárni vagy elengedni. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád. Itt látható a park, jelenti a nyilvánosságot, megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged, odafigyelnek rád, vagy találkozol valakivel a nyilvánosságon. Itt van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Vasárnap egy Lilith energiamező van, ami azt jelenti ezúttal, hogy vannak álmok, vágyak, elképzelések, és ez megvalósítható, megvan erre az esély. Itt a fa jelenthet egy szép környezetet, egy erdőt, egy kiruccanást, egy kirándulást, amit a fa még jelent, elérni azt, amit szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy egy stabil párkapcsolat. Amit a fa még jelent, a gyógyító erő, itt lesz gyógyulás, vagy azt is jelentheti, hogy ezen a területen dolgozol, és ez lehet számodra egy munkahelyi változás is. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!